Két év után léphet újra pályára a debreceni jégcsarnokban Hugo Türkot. A kanadai gólgyáros február elején érkezett a Deachoz a dunaui várostól. A 30 éves támadó a 2018-2019-es szezonban már játszott Debrecenben, akkor a csapat egyik húzó embere volt. Visszatérése óta két mérkőzésen egy gólt és három asszisztot jegyzett. Abban bízik, hogy megnyerik az alapszakasz utolsó előtti bajnokiát a Vasas ellen. Biztosra kell mennünk ellenük, hiszen az utolsó két mérkőzésünket játsszuk az alapszakaszban, és szeretnénk elcsípni a negyedik helyet. Az első perctől kezdve a kapujuk elé kell szegezni őket, és nekünk kell irányítani. Nagyon fontos mérkőzés elé nézünk, de nem szabad, hogy a nyomás eluralkodjon rajtunk. Higgadtan kell jégre lépnünk, és akkor nem lesz gond, mondta a támadó. Az angyalföldiek jelenleg a 8., az utolsó rájátszást jelentő helyen állnak az Erste Ligában. Legutóbb elvitték a 3 pontot a jégcsarnokból, hazai jégen viszont mindkétszer kikaptak a debreceniektől. A Deac a legutóbbi két mérkőzésén győzött a Fradi és a Dunaújváros otthonában, így az együttes őrzi a 4. helyét a tabellán. Két mérkőzésünk van hátra az alapszakaszban, melyen szeretnénk 6 pontot szerezni. Az elmúlt mérkőzéseken a srácok remek munkát végeztek, csak úgy, mint az edzéseken. Megfelelő koncentráltsággal elérhetjük a céljainkat, mondta David Musial. A Deac Vasas bajnokit kedden este 7 órától játsszák a debreceni jégcsarnokban.